Sziasztok! Ez a doboz diagramokról, boxplotról, sodrófa diagramról szóló videósorozatom, mert most már ez egy sorozat harmadik része. Az első részt, aki nem látta, mindenképpen nézze meg, abban benne van az, hogy hogyan kell egy ilyen doboz diagramot legyártani nagyon egyszerű adatsor esetén. Ez az adatsor, ez abban különleges, vagy annyiban több, hogy a minta elemeknek a gyakorisága külön meg van adva, ezt úgy kell elképzelni, úgy kell érteni, hogy a 8, mint egy mint a elem, tehát egy szám, az négyszer fordul elő, mert a gyakorisága az négy, tehát hogyha fel kellene sorolni ezeket az elemeket, ebben a mintában, amit vizsgálni fogunk, akkor az úgy nézne ki, hogy a 8-ból 4 darab lenne, a 9-ből 3 darab lenne, a 11-ből 9 darab lenne, és így tovább. Összesen 32 darab számból áll ez a minta, vagy az elemek 32 darab elem fordul elő, és ennek kell megrajzolni a doboz diagramját, ezt a box plotot, vagy sodrófa diagramot. Ez annyiban különleges, annyiban több a másiknál, hogy itt van gyakoriság. A módszer az teljesen ugyanaz lesz, ráadásul ugye én a számológépben fogom megmutatni, hogy hogyan kell csinálni. Ugye minden érettségiző visz magával számológépet, és akkor már miért is ne olyan számológépet vinnétek magatokkal, ami mindezt tudja. Én a Káziónak a Kázió FX991CX típusú gépét fogom használni. Ez jelenleg a piacon elérhető egyik legjobban felszerelt ilyen gép. Ez tudja azt, hogy hogyan kell kiszámítani a mediánt, hogyan kell a kvartiliseket kiszámolni és mindenféle statisztikai jellemzőket fog nektek euh, kijelezni, kiszámolni, ami ahhoz kell, hogy egy ilyen dobozdiagramot egy perc alatt megrajzoljatok. Ezt fogom most megmutatni. Itt oldalt meg látjátok azt, hogy mit kell csinálnom a számológépemen, ha ezen végig mentek, akkor nagyon könnyen meg lehet tanulni, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. Na nézzük, menjünk rajta végig, most már befejezem a szövegelést. Tehát az a lényeg, hogy Először is egyváltozó statisztika módba kell kapcsolni. Egy változós, mert csak a minta elemeknek az értékét fogjuk vizsgálni. Tehát nem olyan, hogy valamit valaminek a függvényében akarunk ö, vizsgálni. Tehát egy változó statisztika mód az azt jelenti, hogy a menü gombot, ha megnyomjuk a hatos menüben, az egyest kell majd választani, tehát menü, ezek a számológép üzemmódjai, ezt majd nézzétek át, hogy mik vannak. A hatost kell választani, ez itt ez a kis ö, histogram ikon jelöli. Tehát a hatost, ha megnyomjuk, akkor egy menübe jutunk, ahol különböző statisztikai számításoknak a modelljeit lehet kiválasztani. Nekünk az egy változó statisztika kell, az egyest fogjuk választani. vagy egy ilyen képernyőt fogtok kapni, vagy egy olyat, hogy van egy másik oszlop is, aminek fölé van írva az, hogy gyak, vagy gyakoriság. Mivel nálam ez most nincs, ezért a gyakoriság oszlopot nálam be kell kapcsolni. Ezt a setupban, ugye ez a shift setup, egyet kell lefelé menni, és a statisztika az a hármas menüpont, a gyakoriságot be kell kapcsolni, így van, és akkor már így megjelenik a gyakoriság oszlop is. Tehát ki fogom töl tudni tölteni a minta elemnek az értékét, és azt, hogy abból az elemből hány darab van. Írjuk be az adatokat, egyszerűen a billentyűkkel tudjuk bevinni, és az Enternek az egyenlőséggel felel meg, ha törölni akarunk, akkor a Del gombbal tudunk törölni. Tehát a 8 Beírom, ilyenkor beírja magától a gyakoriság helyére azt, hogy egy, azt majd a későbbiekbe át fogjuk írni. 9, 11, 13, 15 és 16. Hogyha a végére értünk az adatok bevitelének, akkor ne fölfelé menjünk, hanem menjünk egyet le, akkor felugrik a tetejére, és át tudunk menni a jobb oldal, és be tudjuk írni a gyakoriságokat, tehát 4, 3, 9, 4, 3, 9, 7, 7, 2, 7, 7, 2, ha megvolt az adatbeírás, utána az Option 3-mal, az Option gomb az arra szolgál, hogy egy adott üzemmódban, ugye itt a statisztika üzemmódban milyen számításokat tudunk elvégezni a bevitt adatokkal, tehát milyen további lehetőségeink vannak. Az Option utána a 3 kell megnyomni, az az egyváltozó statisztika eredményeit, a számítást, tehát a, elvégzi a statisztikai adatot, kiértékelést, és azokat fogja nekünk kijelezni, tehát a hármas nyomjuk meg. Itt megkapjuk a minta átlagát, a beért értékek összegét, a négyzet összeget, és így tovább a különböző szórásokat számítja ki. Ez egy menü, ami görgethető, itt látszik a jobb oldalon van egy csúszka, azt nem lehet tologatni, viszont a lefelé gombbal lehet benne haladni, itt találjuk meg a bevitt adatoknak a számát, az ugye 32, tehát senki ne csapódjon be, tehát nem 1, 2, 3, 4, 5, 6 adatot, adatot írtunk be, hanem összesen 32 adatot írtunk be. A legkisebb minta elem az a 8, az első kvartilis az a 11-e legyenlő, a medián 12, a felső is az a 15, és a legnagyobb elem az pedig a 16-tal egyenlő. Ez alapján már meg tudjuk rajzolni a, a doboz diagramunkat. Én ezeket a képeket el fogom lopni, kelleni fog az átlag is, tehát ezeket le tudjuk így fotózni ebben az emulátorban, és át tudjuk ide tenni. Az előző videóban egy kicsit kicsi volt a nagyítás, de itt szerencsére beállítottam megfelelően nagyra és jól lehet látni. Ezeket gyorsan ide kigyűjtjük már jól lenne nem forgatnám el persze. Na no, mindegy ez egy kicsit ilyen ferde de ez most mindegy. És ezen a harmadik képernyőn ugye a legnagyobb minta elemünk. így egymás mellé, és akkor rajzoljuk is meg ezeket a értékeket, egy, ugye egy számegyenes mentén kellene ezeket feltüntetni. A többi mintajellemzőt jellemzőt azt majd kifogjuk számítani gyorsan, de először rajzoljuk, rajzoljuk fel ezt a boxplotot, a dobozdiagramot. Tehát rajzolunk egy számegyenest. Ezen feltüntetjük a minimális elem ugye az a 8, a maximális az 16, ez pont szerencsés, mert ugye felezni nagyon könnyű, tehát ide rakom a 8-at, ide rakom a 16-ot. Ugye, hogyha ezt megfelezem, akkor, és még azokat is tovább felezem, akkor ezek kettessével van beosztva, és akkor így van egyessével beosztva. Kicsit ránagyítok, az jó, lehet, hogy jobb lesz, könnyebb rajzolni. Tehát a 8, ugye ez a minimum a legkisebb, ezt q 0 val is szokták jelölni, majd ide fölé fogom írni. A Q1, tehát az alsó kvartel is az 11, tehát ez a 9, 10, 11, ezt ide írom. A medián az 12, és a felső kvartel is az 15, az ugye ide esik. A legkisebb elemhez egy ilyen kis talpat szoktak rajzolni, és a legnagyobb elemhez is egy ilyen talpat rajzolnak. A Q1 és a Q3, tehát az alsó és a felső kvartil is jelöli ki a doboznak a két oldalát, tehát a 11-hez egy hosszabbat kell húzni, a 15-hez egy kb. ugyanakkorát húzzunk be, és ebből csináljunk egy ilyen dobozt, és kössük össze ezeket a kis talpakat ezzel a dobozzal. Így néz ki a doboz diagramunk, és már csak annyi a feladatunk, hogy a mediánt, a 12-t be kell ide húzni. Próbálok egy kicsit egyenesebbet húzni, így. És emellett mi feltüntethetjük az átlagot, ami nem sokkal nagyobb, mint a 12 érték, tehát ez 12,1 mondjuk. Azt egy másik színnel, mondjuk ez a sötét kékkel ide berajzolom egy, hogy, hogy lehessen érzékelni egy kicsit odébb teszem, tehát az átlag egy kicsit nagyobb, mint a medián. Ide ezt fölé is fogom írni ez az átlag. És ugye volt a mediánunk, akkor ez volt a Q2, ez a Q1 érték a 11, ez a Q3, ez itt a Q. 4, és van egy Q0 értékünk, az a minimum. Tehát így néz ki a doboz diagramunk, és van még egy-két jellemző, hogy pontosan két jellemző van, amit itt be tudunk jelölni. A felső és az alsó kvartilis közé esik a fél terjedelem, ezt úgy hívják, hogy fél terjedelem. Ez a tartomány. Ugye ennek a nagysága, hogy milyen tartomány mennyi hosszú, ugye ez 4 egység hosszú. És a teljes terjedelem, az pedig a legnagyobb és a legkisebb mintaelemnek a különbsége Tehát ez itt a terjedelem. Ez 8-a egyenlő 16-ból 8 az 8. És, és, ennyi. Ugye a félterjedelmet szokták, úgyhogy interkvartilis terjedelemnek nevezni, vagy tartománynak, azt IQR-rel jelölik, tehát ezt valahol ide kellene írni, hogy ez itt az IQR, ezt pedig R-rel szokták, mint range jelölni, és a kvartilisek, azok pedig onnan kapták a nevüket, hogy a hogy kúval vannak, azért vannak kúval jelölve partilisek. Jó, így néz ki, ennyi az egész. Most nézzük meg azt, hogy ezt hogyan tudtuk volna legyártani, hogyha nincs ilyen számológépünk, ugye? Erre azt a módszert javasolják, és ez egy jól használható módszer, hogy egyszerűen írjuk le ezeket a mintaelemeket szépen sorban, mindegyikből annyit írunk, amennyi a gyakoriságuk. Na most itt 32 elem van, és elkezdenék írni a 8-asokat, aztán a 9-eseket, a 11-eket, a 13 -a, és itt hogy el, elfogyna a lap. Ezért ö, sokkal célszerűbb, vagy célszerű az, lehet azt csinálni, amit az imént mondtam, abban biztos nem kavarodik el senki, de lehet egy olyat is csinálni, hogy megjelöljük azt, hogy ez a négy elem, ez olyan a hányadik minta elem. Mintha leírnánk egymás mellé. Ugye az első helyen egy nyolcas áll, második helyen is nyolcas, és itt tovább, tehát egytől négyig tart, tanak a nyolcasok. Egy kicsit ránagyítok. Az biztos, hogy az ötödik elem ugye az a kilenc lesz, és akkor a hatodik, meg még a hetedik is az biztosan kilenc, ugye az, ez a három van belőle összesen, azt mutatja meg a gyakoriság. Tehát mindig arról van szó, hogy az első minta elem volt a nyolcas, és négy darab van belőle, tehát hozzáadom a, az egyhez az a négyet is levonok egyet. A következő elem az pedig a négy után következő érték lesz. Tehát az 5. Ugye. Ehhez hozzáadom a 3-at és levonok ennyit, akkor megkapom, hogy az utolsó, a hetedik is még a 9 lesz, majd a 11, az pedig már a nyolcadik elem lesz. <kül> 98 az 17, tehát a 16-ig fog tartani a 11-esek, és akkor a 17-től egészen, ugye 7 meg 2 az 14, tehát 30. 30 23-ig fog tartani a 13-osok, és utána a 24 meg 7 az 31, tehát a 30-ig fog tartani a 15-ösök, majd a 31 és a 32 lesz a 16-os. Tehát a hányadik minta elemet azt ki lehet tölteni, hogy a hányadik elem a mintában, hogyha sorba van rendezve, ugye az egy feltétele annak, hogy tudjunk ilyen dobozdiagramot rajzolni, és sorba kell növekvő számsorrendbe kell rendezni a minta elemeket. Ez bízom benne, hogy érthető volt. Tehát az 1-től 4-ig a sorba rendezett mintában a 8-asok állnak, aztán az 5-től a 7-ig a 9-esek, a 8-tól a 16-ig a 11-esek, és így tovább és összesen 32 darab mintaelemünk van. Na most, a következő lépés az az, tehát megvan az, hogy hány elemből áll a mintánk, akkor meg kellene állapítani, hogy melyik a legnagyobb és melyik a legkisebb elem. Ez ugye elég könnyű lesz. Tehát a legnagyobb elemünk az a 16. Ugye ezt fogjuk majd Q4-jel jelölni és a legkisebb az a 8, ezt majd Q0-val fogjuk jelölni, és ebből meg is kapjuk a terjedelmet, azt erre jelöltük, az a Q4 mínusz a Q0, tehát a 16-ból a 8, az 8 a legyenlő, ahogy ezt a már az imént is láttuk. Na most meg kellene keresni a mediánt, a medián az az, az érték, ami ketté osztja a mintánkat. Ugye most itt ez páros számú elemből áll a mintánk, tehát összesen 32 elem van felsorolva egymás után. Ebben az esetben nincs középső elem, ami ketté osztaná, tehát a 16 és a 17 elem, ez a két elem áll egymás mellett középen. Tehát a 16 és a 17 elemnek a számtani közepét fogjuk, az lesz a mediánunk, az a középen álló elem. A 16. elem az egy 11-es, a 16. helyen egy 11-es áll, és a 17. helyen egy 13-as áll. Tehát ennek a kettőnek a számtani közepe, vagy ha úgy tetszik, az átlagát kell venni, tehát a 11 plusz a 13 2 ez ugye 12-vel egyenlő, ez lesz a mediánunk, itt közben tudjuk ellenőrizni, ugye a minimális elem az a 8 volt, ez itt oké, okay. a mediánunk az is oké, okay, és hát a 16 az ugye itt, látjátok, ez a legnagyobb elem, ez is oké. Okay. Akkor jönnek a kvartilisek, az alsó és a felső kvartilis, Ugye arról beszéltünk már az előző videóban, hogy ha olyan a mediánunk, hogy az tehát páros volt az elemszám, akkor a mediánunk az se nem a középen álló esetünkben a 16. se nem a 17. elem nem a medián, hanem a kettő között van. Ugye ez amiatt fontos, hogy mindenki azt kérdezi, hogy vajon bele kell számítani-e a Alsó kvartilis számításban a mediánt. Na most az a nagyon egyszerű és könnyen megegyezhető szabály, hogy az alsó kvartilist azt úgy kell meghatározni, hogy a mediántól balra lévő elemeknek a mediánja. Mivel a mediánunk itt a 16. és a 17. elem között van, ezért a 16. elem az még beletartozik. Tehát az 1-től 16-ig elemeknek a mediányát kell meghatározni, az lesz az alsó kvartilis. Ugye esetünkben megint páros számról van szó, az azt jelenti, hogy a 8. és a 9. elemnek lesz a számtani közepe, tehát a 8. elem, az esetünkben a 11, és a 9. elem is egy 11, tehát ez a 11 plusz a 11 per a 2, ezt ki se kellene így számolnunk, ez ugye 11 el egyenlő. Ez lesz a alsó kvartilis, és ez is oké. Okay a felső kvartilis a szintén a mediánnál nagyobb elemeknek a mediánját kell Meghatározni, tehát a 17-től a 32. elemeknek kell a mediányát kiszámolni. Le kell számolni, ugye ez is 16 darab elemet jelent, a 17-től kezdve le kell számolni 8 elemet, venni kell a 8 at és a mellette álló 9-et, és annak kell kiszámítani a számtani közepét ugye, hogyha innen elkezdünk számolni, ugye 7 elem van itt, akkor ez lenne a 8 a 24, és az 15-tel egyenlő. Tehát itt 15 plusz 15, mert 2 lesz a felső kvartilis, tehát ez megint csak fölösleges volt így leírni, de mindegy. Tehát ez a 15, és akkor itt ez megint csak okés. Tehát ezt így tudnánk is számítani és ebből az interkvartilis tartomány az a Q3 minusz a Q1 ezzel egyenlő, és ez ugye egyenlő négyel, tehát a 15-ből a 11-el egyenlő. Oké, okay. és hát az átlagot azt ilyen esetben azért, jobb, ha számológépet használtuk. Számológépet az átlag számítására lehet használni, mint ahogy a szórás számítására is lehet használni, csak fel kell írni azt, hogy hogyan kell kiszámítani az értékét. Tehát például az, azt felírhatjátok, tehát az átlagot azt úgy kell, egy kicsit rá az átlagot azt úgy kell meghatározni hogy össze kell adni az összes minta elemet, és elosztani a minta elemeknek a számával, de mivel itt van gyakoriság is, tehát hogyha ezt itt, ezeket a minta elemeket jelöljük mondjuk x i-vel, és a gyakoriságot f i és az i az olyan, hogy 1, 2, 3, 4, 5 és 6, ugye az i az azt mutatja meg, hogy hány féle minta elemünk van, az x i-edik, az azt mutatja meg, hogy az i-edik mintaelem az mennyivel egyenlő, tehát mondjuk az x2, az azt jelenti, hogy a második féle mintaelem az 9 el egyenlő. Az f i-edik pedig annak a mintaelemnek a gyakoriságát adja meg, tehát hogyha az f2, az mondjuk a második fajta mintaelemnek, a 9-nek a gyakoriságát, tehát a 3-at adja meg. Az átlagot azt úgy lehet kiszámítani, hogy el kell osztani az összes elemszámmal, ugye esetünkben ez a 32, annak az összegét, ugye mindegyik fajta minta elemre össze kell adni, hogy ebből a minta elemből hány darab volt. Ezt az összegzést kell elvégezni, tehát esetünkben ez azt jelenteni, hogy ne legyen ilyen misztikus, hogy 1 per 32 szorozva, az x1 az a 8 egyenlő, van belőle 4, plusz a második mintelem az 9, van belőle 3, plusz a 11, a harmadik mintelem abból van 9, plusz a 13-ból van ugye 7, Plusz a 15-ből van 7, és plusz még a 16-ból van 2. És ez megadná az átlagot, hogyha ugye a 32-vel elosztjuk, és azt kapnánk, hogy 12,06, tehát körülbelül mondjuk 12,1. Ezt az értéket kapnánk, meg ezt most, hogyha nem baj, nem írom be a számológépbe, de innen a számológép menüből is elő lehet varázsolni, tehát ezt célszerű így megoldani, mert ez egy kicsit hosszadalmasabb számítás. Jó, ennyit akartam ezzel kapcsolatban mutatni, de most akkor nem mulasztom el, hogy az érettségén nem használhattok táblagépet, nem használhattok telefont, számítógépet, viszont ha lehetne, akkor ebből vissza kell menni az option gomb megnyomásával az adatok menüre, vagy képernyőre, ahol bevittétek az adatokat és a gyakoriságokat, és hogy gyártsatok egy QR kódot, hogyha ezt a QR kódot beolvassátok egy mobiltelefonnal, vagy egy táblagéppel, akkor a Káziónak a weboldalára tudtok kerülni, ez kell egy szoftver, a Káziónak van egy ilyen Android alatt futó, de szerintem iOS alatt is futó programja, és akkor a weboldalon generál nektek egy ilyen szép diagramot, egy histogramot, és, egy, és megcsinálja a doboz is, tehát az is itt van. Ugye nekünk a histogram az nem is kell, azt innen ki lehet dobni, és itt most ebben a videóban nem beszéltem róla, egy külön videó fog arról szólni, hogy hogyan kell a azokat az értékeket, amik kilógnak a túlságosan nagyok, vagy túlságosan kicsik, azokat belevegyük-e, vagy ne vegyük bele a dobozdiagramnak a készítésébe, itt most mondjuk azt neki, hogy ugye a kettő között nincs különbség, tehát most lényegében tök mindegy, hogy melyiket választjuk. Olyan sort állítottam össze, amelyeknél nincsenek ilyen kilógó értékek, tehát magyarul ezen az oldalon is le tudjátok generálni ezt a dobozdiagramot, és az ugye ugyanúgy néz ki. Megpróbálom átrakni a mi képernyőnkre. Pillanat, mert ahhoz nekem kell itt valami kopi. És ezzel vissza, vissza ide. Ez az. majd valami olyasmit kell csinálni, hogy ezt így ide alá kellene rakni, mint a másiknál volt. És akkor lehet látni, hogy ez a kettő ez teljesen ugyanaz. Valahogy így néz ki, egy kicsit még lehet rajta kicsinyíteni. Mondjuk így. Így van, és hát ugye ugyanaz kézzel készült a fölötte lévő, de ezt lehet látni, hogy Ugyanoda esnek ezek az értékek. Sajnos ilyen nagyon furcsán kezeli a káziónak az oldala a koordinált a tengelybeosztását, így nem tudom oda alá tenni. Esetleg mondjuk lehetne egy olyat, hogy még egyszer beillesztem és lekicsinyítem ugyanakkor És akkor lehetne egy olyat csinálni, ugye, hogy mondjuk a kettőt egymásra tenni hogy legyen már egy tengelyünk is. Ja, ez kb. jó is lesz. A, igen, csak ugye az vele a gond, hogy ez ki fog lógni. <laughs> <laughs> Hova tegyem le, hogy ne takarjak el semmit, sehol nem tudom letenni. Na mindegy, hagyjuk ezt az egészet értitek enélkül is, tehát itt a doboz diagram, ez lehet egy kicsit szórakozni, ha valaki rájött arra, hogy hogyan lehet a tengelyt feltolni oda a weboldalon, a doboz diagram alá, az írja meg kommentben, most erre nem akarok időt pazarolni, köszönöm szépen, hogy végighallgattatok, bízom benne, hogy hasznos volt, és akkor ugye a gyakorisággal adott elemek azok egyáltalán nem okoznak semmilyen problémát, sem pontosan ugyanúgy kell csinálni, mint a másik adatsornál, és akkor most azt is megnéztük, hogy mi van akkor, hogy páros számú adatról van szó, ebben az esetben hogyan kell a mediánokat kiszámolni. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy végighallgattatok, itt találtok oldalt egy vonalkódot, ha azt beolvassátok, és azon a honlapon keresztül vesztek nekem egy kávét, annak nagyon örülnék. Emellett iratkozzatok fel a csatornára, és osszátok meg ezt a videót, és lájkoljátok, hogyha tetszett. Várok mindenkit a következő videónál is. Sziasztok!